A Kőrösi Református Gimnázium vezetése szándéknyilatkozatban rögzítette a dr. Hegedűs Lóránd Tehetséggondozó Alapítvány létrehozását. Újabb elismerés a Nánási Kalapkötőknek, népi tárgyalkotó iparművész címet kapott Bata Sándorné és Nagy Sándorné. Fokozott figyelmet követelnek a közlekedés valamennyi résztvevőjétől az időjárási körülmények miatt megváltozott útviszonyok. Karácsonyi gyűjtés indult a Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány védenceinek. A felajánlásokat december 18-áig várják a szervezők. Tájak, csendéletek üzenete, Fejér Imre alkotásaiból nyílt kiállítás a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ galériájában. Újra teljes erőbedobással készülnek a versenyekre és bemutatókra a Hajdúnánási Gimnasztráda csoportjai. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. A Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban emlékülés keretében emlékeztek néhai főtiszteletű dr. Hegedűs Lórántra püspök úr születésének 91. évfordulóján. Az ünnepség keretében egy szándéknyilatkozatot írt alá az iskola és a helyi református egyházközség vezetése arról, hogy Hegedűs Lóránt nevével létrehoz egy alapítványt, amely az intézmény tehetséges diákjait támogatja. November 11-én délelőtt a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium dísztermében került sor néhai főtiszteletű dr. Hegedűs Lóránt püspök úr 91. születésnapi emlékünnepségére. A megjelent családtagokat, az iskola vezetését, igazgató tanácsát, a diákságot, a fenntartó Hajdúnánási Református Egyházközség elnök lelkésze Gacsáé Gábor köszöntötte, majd emlékezett főtiszteletű püspök úrra. Dr. Hegedűs Lóránt püspök úr, a zsinat lelkész elnöke és lelkipásztor, erről volt mindig is híres, hogy volt igéje, és mit cselekedett, mit tett. Azt mondja, hírnökül és apostolul és tanítóval, hírnökül. Vallotta, és hiszem a család is azóta is van, hogy nincs nagyobb, mint hírnöknek lenni, az evangélium hírnöke. És ő ezt cselekedte, Zálogó Szombathelyén, Pécstől Budapestig. De ha kellett a koreai, akik igaz, külföldön, vagy éppen a másik oldalon, hírnöke volt az evangéliumnak. Annak az evangéliumnak, amely megszabadít, felszabadít, előt ad, annak az evangéliumnak, amely drága kincset hordoz. És ez a drága kincs számunkra maga Jézus Krisztus, maga az élet, maga az örök élet. De ezt úgy elmondani, ahogy ő elmondta hírnökül, nagyon kevesen tudja. A méltató szavak után a gimnázium kamarakórusa tolmácsolásában hallhattuk a Mindig velem Uram című éneket, amely egyben az iskola vezéréneke, indulója is. A gimnázium igazgató tanácsának elnöke Szólát Tibor köszöntőjében kiemelte a városunk közoktatásának gyökerekhez való visszatérését. Akkor, amikor hajdúnánási közoktatásról beszélünk, akkor ebben a református egyház szerepvállalása, mindenkori városvezetés szerepvállalása, az kéz a kézben együtt működött. Ezek a folytonossága valamikor 1948-ban megszakad, és szerintem nem tettünk mást akkor, amikor mi ezt újra indítottuk és református gimnáziumban tettük újra ezt a ősi gimnáziumot, mint visszatértünk azokhoz a gyökerekhez, amelyek éltetik azt a fát, azt az egyház közösséget, akinek olyan gyümölcse termett, hiszen tudjuk a példázatot, hogy a fát a gyümölcséről ismerszük meg. És én azt gondolom, hogy az egyik legszebb gyümölcse az főtisztelendő úr. Néhai Hegedűs Lóránt püspök úr
és én nagyon bízom benne, hogy ez a fa még nagyon sok szép gyümölcsöt fog teremni. Hogy ezen a szimbolikus fán még több, még szebb gyümölcsök teremjenek, ahhoz nagyban hozzájárulhat a dr. Hegedűs Lóránt Alapítvány, amelynek szándéknyilatkozatát itt írták alá az érintett felek. A Hegedűs család részéről ifjabb Hegedűs Lóránt, a Református Egyházközség részéről Gacsáji Gábor, a gimnázium igazgatója Dér Balázsné Dobi Inci és a gimnázium igazgató tanácsának elnöke Szollák Tibor. A valamire kvázi kitüntetésként büszke lenne édesapám, akkor ez, tehát hogy fiatal tehetségek gondozására létrehívott alapítványt róla neveznek el. Jó apám a egytalentumos szolgákat is mérhetetlenül tudta értékelni, és ott én, amikor vele beszélgettem, akkor azt mondtam, hogy a fél vagy negyed talentumosokat is, mert akkor, amikor egy-egy szolgálatban nehezen lehetett felfedezni a kérügmát, az üzenetet, ő akkor is képes volt erre, részben a maga zsenialitásával, meg az ő evangéliumi lelkületével, hogy vallott azt, hogy egyetlen egy alkalom sem történik hiába, nem lehet hiába való, és minden egyes embernek megvan a maga helye és szerepe ebben a világban, és legdöntőbben az egyházban, hogyha az egyház keretei között vállal szolgálatot. A szándéknyilatkozat aláírását követően édesapjára emlékezve ifjabb Hegedűs Lóránt mondott köszöntőbeszédet. Nagy tiszteletű úr emlékeztetett arra, hogy a tehetség gondozásra napjainkban különösen nagy szükség van, amelyben az alapítvány sokat tud majd segíteni. Úgy vélem, hogy a tehetséggondozásra ma kiváltképpen szükség van, mert akár az egyetemes emberi, akár az egyetemes keresztény, illetve felekedeti identitásnézők, a nemzeti identitás és a lokális identitás, a lokálpatriotizmus, amit itt Hajdunánáson nagyon dicséretre méltó módon tartanak hangsúlyosnak és fontosnak, és hogy a hitvalló eleiknek, a szülötteiknek a örökségét, értékeit megbecsüljék. Ennek az identitás erősítésnek ma nemzetstratégiai jelentősége van, és üftörténeti jelentősége. Amikor kimondhatjuk, hogy az alapvető identitás alkotóképző vonatkozásait is az emberi életnek megpróbálják kikezdeni a legkülönfélébb elméletekkel és ideológiákkal, melyek már az isteni teremtettségi rendet próbálják megkérdezni és aláásni. Ebből a szempontból is nagyon fontos minden ilyen tehetségkutatás, gondozás, és szívből kívánom, hogy ez eredményes legyen, minél több fiatal tehetség erősíthesse Hajdunánás városát, ezt a közösséget, de természetesen egyházunkat és nemzetünket is, azon az úton, amely hitünk és reménységünk szerint keskeny útként Isten örökkévaló örökségének a elnyeréséhez vezet. Bár ez a szándéknyilatkozat még csak a kezdeti lépés, de minden adott ahhoz, hogy rövid időn belül megkezdhesse működését. Arra gondoltunk, hogy az egyház mindig léte folyamán segítette a nehéz sorban lévő, de szorgalmas gyermekeket, fiatalokat, gimnáziumi és egyetemi szinten. Így jött létre tulajdonképpen a gondolat, ezütött. Miért maradnak ki ebből a hajdonánási református gimnázium, és ez a szándéknyilatkozat azért született, mert természetesen meg kellett előtte kérdezni a családot, család nagy örömmel vette, és így történt meg ez, hogy most már mindannyian együttes örömmel vettük, és készítetjük majd el a megfelelő dokumentumokat. Egyébként már azt hadd mondjam örömmel, hogy már érkeztek felajánlások erre az alapítványra. A folytatásban Hegedűs Zsuzsanna Babits Mihály Csillag után című versét adta elő, amelyet nagyon szeretett édesapja. Ülök életünk szobámban, hideg teát kavarok, körülöttem fájás, fél és köthálója kavarok. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, s mennék a csillag után, mint rég három királyok betlehemi éjszakán. Gépkocsin vagy tevehát, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyat tömjét, mírhát, vinnék, vinnék boldogan. Mennék 100 országon át, míg utamat szelné a vám.
Aranyat tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéled meg, amit csak van, az mind kell, az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának, örülnék, ha átcsúszom, arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzá Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már függnél a kereszten, és a lábad csupa seb. És ahelyett, hogy bölcsőt köré szórjak, tömjét, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat. Az emlékünnepség püspök úr szobrának megkoszorúzásával ért véget. Mint a szíves A majdnem a feledés homályába vesző nagymúltú nánási szalmafonás tudományát mára már ismét több helybéli asszony is magas szinten műveli. A közfoglalkoztatás keretében a helyi sajátosságok program szalmafonó asszonyai több mint 7 éve készítenek szebbnél szebb használati és ajándéktárgyakat. 4 évvel ezelőtt Bata Sándorné és Nagy Sándorné elhatározták, hogy megszerzik a népi iparművész minősítést. Próbálkozásukat siker koronázta, és idén szeptemberben megkapták a népi tárgyalkotó iparművész címet. Mintha időben visszaléptünk volna jó pár évtizedet a helyi sajátosságok telephelyén, a szalmafonó műhelyben. Tisztítják, válogatják a szalmát vastagság szerint, tekerednek a fonatok a szorgalmas asszonykezek alatt, zörög a varrógép, alakulnak az éppen megálmodott, megtervezett szalmatárgyak. Így megy ez már jó pár éve, amióta a közfoglalkoztatás keretében elindult a szalmafonás felelevenítése, tanulása, majd kreatív alkalmazása. Sok minden készül itt, és a szalmafonó asszonyok közül ketten, Bata Sándorné és Nagy Sándorné, mára már olyan magas szinten művelik a kalapkötés tudományát, hogy megszerezték a népi tárgyalkotó iparművész címet, és zsűrizett munkáik pávavégyedet kapnak majd. De honnan, hogyan indultak? Kettejük közül Batáné Inci a szóvivő, és mesél az elmúlt évekről. Az én részemről nagyon új dolog volt, bár emlékszem, még nagymamáink fonták, de ugye gyerekként nem nagyon érdekelt. Itt 2014-ben kezdtük el a szalmafonást, akkor volt nekem nagyon új. Férfi ember tanította nekünk a hetes fonást, az alapokat, meg a csigafonást, és ebből képeztük magunkat tovább. De akkor 2014-ben ott egy csoport összejött, és akkor megtanultuk. Nekem anyukám dolgozott, mint gyerek, besegített a szülőknek, úgyhogy ő megmutatta a szatyorfonást és a falvédőfonást nekem, vagy a szövés, mert nem is tudom, hogy kell azt mondani, hogy nem is szövés, nem is fonás, azt ugye fűzzük. Azt én anyukámtól lestem el. Történelmi tényként emlegetik, hogy az erdélyi Körispatakról jöttek ide annó a szalmafonás tudományát ellesni. A mai napig nem tudják, hogy volt kapcsolat Nánás és Körispatak között, hogy onnan hozták ide, vagy innen oda, ez még mindig vitatott. De teljesen mindegy, mert ott is ugyanúgy művelik, ahogy mi most itt elkezdtük. A Körispatakon, ha jól tudom, van egy múzeum is. Ott mit tudtak megnézni, tudtak-e valami ötletet, elgondolást elhozni ide hozzánk? Igen, az egy kalapmúzeum, rengetegféle kalap van, és fonatok vannak, rengetegféle, gyönyörű csipkefonattól kezdve minden. A szalma előkészítése ma is ugyanúgy zajlik, mint akár száz esztendeje. Tisztítás után be kell áztatni, ugye akkor már méretre van válogatva, és utána fonható bármi belőle. Be kell áztatni tiszta vízbe. A felső részéből készülnek a dísztárgyak, a középső meg az alsó részéből pedig a hetes, a kalapfonás.
Sokféle terméket készítenek, szépek, mutatósak, de a zsűrizése bizony nem volt egyszerű tárgyakat beadni, szigorú feltételei voltak. Csak használati tárgyat fogadnak el, hagyományosat, ezt, amit mi már csinálunk, a virágokat, ilyeneket, azt már nem. Egyébként minden évben adtunk be 20-30 darabot, és abból jött ki a végeredmény. 4 éven keresztül. Nehéz volt kitalálni, ugye először is az Arató koszorú, az nagyon nagy tetszést keltett, az mindig érte a sikereket. Hát utána hagymatartó, evőeszköztartó, mindent ki kellett találni, cérnatartó, úgyhogy ilyeneket, karácsonyfa díszeket, azt is elfogadták. Elég volt kitalálni is, igen, hogy mi legyen az a sok tárgy. 35 darab, 5 darab A minősítést és 30 darab B minősítést kellett elérni. Hát ugye több lett mind a kettőnknek, nekem 10 A lett, Julikának 17, de az nem baj, ha több van, csak ennyinek kell meglenni. A zsűrizett tárgyak között alap volt a díszes aratókoszorúk készítése, s bár mindig munkamegosztásban dolgoznak, a zsűrizésre szánt tárgyakat saját maguk készítik. Úgy szoktuk, hogyha valamit csinálunk, akkor azt teljesen ugye saját kezülek végig, elejétől a végéig. Igen, meg is tudnánk varni, csak nem olyan gyorsan és szakszerűen, mint a varrónk, úgyhogy abban már ő beszokott segíteni a varrásban, mert ugye az már neki gyorsan megy. A koszorú látványos elemei az úgynevezett esőcsigák, ami bonyolultnak tűnik ugyan, de megtanulható. Rá kell jönni arra, hogy kell, mert ezt ugye először szaporítjuk, aztán fogyasztjuk, mint a kötést. Így van. És ugye rá kell állni a kézre arra, hogy ugye szabályos formák legyenek. Tényleg csiga legyen az ilyen esőcsepp tulajdonképpen, igen. Ez az első aratókoszorú, amit leadtam a minősítésre, és ez is ás lett a legjobb. A másik díjazott Nagy Sándorné Julika keze alól is csuda dolgok kerülnek ki, mint például ez a meseszép női kalap, amely lyukacsos fonatból készült. Ez 6 szálból készül, 2 oldalát külön-külön fonjuk, és úgy összeakasztjuk tulajdonképpen. Nem egy egyszerű dolog, mert tartani kell, mind a 10 ujjunkra szükség van. És csodálatos szép, ezt mi is szeretjük is fonni, meg mutatós is, igen. Meg gondolom kelendő is. Kelendő is, igen, megvarni is nagyon nehéz, ugye megszólalt a varrónk is, mert ugye ezt nagyon a szélébe kell varni, ahhoz, hogy pontosan illeszkedjen szabályosan. És a virágdísz. A virág az egy, igen, az rajta. Külön megfonni a szirmokat, ezt a 2-es fonást, ez is nagyon nehéz, és akkor ez díszíti. Nagyon sokat szeretnének, csak ugye az árától visszaretnének egy picit, de hát rengeteg munka van vele. Úgyhogy ezzel... Mennyi idő még egy ilyen kalapát? Mondjuk egy ilyen csipke, vagy lyukocsos? Hát maga a fonás, az körülbelül, Julika sugjál, 5 nap. 5 nap. Hát a virág az még egy plusz nap, az 6 nap, meg a varrás a 7. 7 nap. Körülbelül. Azt mondtad, hogy egy hétig készül egy ilyen kalap. Egy hétig készül egy ilyen kalap, igen. Ebből a lyukocsosból naponta 2-3-4 métert lehet esetleg megfonni. És ehhez kell vagy 20 méter. 20 méter anyag kell? Igen. Ha nem lyukacsos, sima ilyen rendes fonatból, 25 méter kell egy női kalapnak. Inci és Julika egyébként nagyon jó kapcsolatban vannak, a pályázati tárgyak készítése során is sokszor megosztották elképzeléseiket egy-egy tárgy kapcsán. Ötleteket azért lestünk el egymástól, nem kellett lesni, mert elmondtuk egymásnak, hogy ha elakadtunk, hogy mégis mit kellene csinálni, akkor kértünk egy kis tanácsot mind a ketten. Régente, ha valakiről azt gondolták, nagyon ügyes, azt mondták, megfonja az még a 12 ágost is, mármint fonatot. De valójában lehet ennyi szálból kötni? Bármennyi szálból lehet fonni, csak rá kell jönni, hogy kell hajtogatni. Lehet, persze. Na de erre hogyan jöttek rá, hogy hogyan lehet ezt alakítani, hogy ilyen sok szálból készüljön a fonat? Végül is mi az internetről néztünk le nagyon sok mindent, sőt, szinte mindent, mert mondom, mi csak az alapokat tanultuk, onnantól kezdve, hát Erdélyben is tanultunk ezt-azt, de hát ugye az 1-2 nap az annyira nem sok idő, az internetről főleg, onnan nézünk le mindent, onnan tanulunk, itt a gyönyörű 11-es, 11 számból van. A kitüntető cím elnyerése után a 2 népi iparművész szalmafonó ugyanúgy dolgozik tovább a helyi sajátosságok kötelékében, mint eddig, és így ünnepek közelettén bizony megsűrűsödtek feladataik. Karácsonyfa díszeket természetesen, ajtókopogtatókat, meg hát ugye a körforgalmi adventi koszorú, a városbáli koszorú, ez mind a mi dolgunk lesz, úgyhogy lesz mit csinálni most is.
A ködös esős időjárás és a korai sötétedés is megnehezíti a közlekedésben résztvevők életét az utakon az őszbeköszöntével. A megváltozott útviszonyok miatt gyalogosnak, kerékpáron közlekedőnek és a gépjárművezetőnek is fokozott figyelemmel kell lennie egymásra és a körülményekre. A rendőrség szakemberei ebben az időszakban különböző kampányokkal is segítik a balesetek megelőzését. Az ősz és a hidegebb időjárás beköszöntével megromlanak az út- és látásviszonyok, amely átformálja közlekedési szokásainkat. Hamarabb sötétedik és hosszabbak az esték, így fokozott figyelmet követel a forgalomban résztvevő valamennyi sofőrtől ez az időszak. Mint ahogy már látható, túl vagyunk az óraátállításon, ilyenkor jellemzően meghosszabbodnak az éjszakával, illetve a korlátozott látási viszonyokkal kapcsolatos időszakok. Jellemzően erre az időszakra jellemző már az, hogy sokkal hosszabb időtartamot töltünk a sötétben, illetve a korlátozott látási viszonyok között. A nap 24 órájának több mint felé 14-15 órát, vagy akár rosszabb idő esetén akár még többet is eltöltünk ilyen látási viszonyok között, és ez a közlekedésre is rányomja a bélyegét. Ilyenkor minden járművezetőnek, illetve a közlekedésben résztvevő gyalogosnak is fel kell készülni arra, hogy jobban látható legyen. Idén is a rendőrség, mint ahogy már az elmúlt években megszokhattuk, elindította a Látni és Látszani elnevezésű kampányát, amelynek a részleteiről az érdeklődők a www.látniislatszani.hu weboldalon tájékozódhatnak. A Látni és Látszani kampány minden évben két részből áll, felkészülési és ellenőrzési ütemből. A felkészülés keretében a személyautósok mellett a busz és tehergépjárművek üzemben tartói, vezetői szintén kérhetik a jelző és világító berendezések ingyenes műszaki ellenőrzését az erre kijelölt országos szervízhálózat valamelyikében. Ennek a kampánynak az egyik lényeges eleme az, hogy a járműveket mindenki nézesse át, akár a kampányban résztvevő szervizekkel, akár otthon. Itt külön kiemelném, hogy minden jármű vezetés megkezdés előtt, napi elindulás előtt azért elnézni kell a világító és fényjelző berendezéseket, így különösen azért a helyzetjelző, a tompított világításnak, az irányjelzőknek a működését, működő képességét, ide tartozik természetesen a féklámpának is a működése. A mínuszfokos éjszakák eredménye a lefagyott szélvédők igen bosszantó jelenségnek számítanak, hiszen a reggeli indulásnál értékes percek veszhetnek kárba az olvasztással. Erre a célra remek megoldás lehet például a szélvédőre telített takaró, fólia vagy karton is. A másik nagyon fontos, hogy ilyenkor az őszi, a téli időszakok beköszöntével azért az időjárás ilyenkor már nem kegyes hozzánk, a levegő hamar lehűl, sokszor fagyos, hideg reggelekre ébredünk, tehát ilyenkor fontos megakadályozni azt, hogy a nappali elindulás előtt adott esetben ráfagyjon a pára a szélvédőnkre, bármilyen fizikai módszerrel, plédekkel, külön erre a idegesedés megakadályozására szolgáló lepel szerű dolgokkal lehet ez ellen tenni, így a reggeli elindulást egy kicsit zökkenőmentesebbé lehet tenni. Fontos a Látni és Látszani kampányban is nagyon fontos a szélvédőknek a karbantartottság. Egyrészt, hogy ne legyen rajta semmilyen sérülés, amely ilyenkor a téli időszak beköszöntével adott esetben a szélvédőknek a teljes megrongálódásával, vagy a szétpukkanásával is járhat, hogyha olyan jellegű a rongálódás. Továbbá az, hogy megfelelő tisztítottságú legyen. Tehát a járművezető jól átlásson rajta, jól ki lehessen látni abból a szélvédőből, ugyanis ha nem jól látunk ki, akkor adott esetben természetesen akkor ez is szintén egy baleseti veszélyforrás jelent. Fontos, hogy fel tudjuk mérni a csúszós, nyírkos utakon a sebességet, akár autóval, akár kerékpárral közlekedünk. Sokkal hamarabb bekövetkezhetnek balesetek, ha nem megfelelő sebességet választunk meg. Az általános tapasztalat sajnos az, hogy ebben az időszakban több a közlekedési baleset. Fontos természetesen az, hogy a közlekedésben résztvevők nem csak gépi meghajtású járművekkel, hanem a téli időjárási viszonyok között is nagyon sokan kerékpároznak, főleg városunkban. Itt a kerékpároknál nincs olyan lehetőség, vagy nem szokott olyan lehetőség lenni, hogy adott esetben az útviszonyoknak megfelelő gumiabroncsot válasszanak a kerékpárosok, tehát nincs téli-nyári guminak a cserélgetése. A kerékpároson nagyon fontos egyrészt az, hogy megfelelő minőségű gumiabroncsuk legyen, tehát hogyha elhasználódott a külső gumiabroncs, akkor az célszerű azért cserélni.
és hát akár a gépi, akár a kerékpárosoknak is nagyon fontos, hogy megfelelő sebességgel közlekedjenek. Ez adott esetben el sem szabad, hogy érje a megengedett legnagyobb sebességet kerékpárosnak, ugye a lakott területről ez 40 km/h, gépkocsival ez 50 km/h lehet, lakott területen kívül a gépkocsiknak a 90 km/h, autópályán, autóúton pedig 130, természetesen különböző kategóriának mások a sebességkorlátozása, de általánosságban ez mondható el. Ezekben az esetekben is fontos, hogy ha nedves, csúszós, jeges útszakaszon közlekednek a járművekkel, akkor a sebességet mindenféleképpen csökkenteni kell. Csökkenteni kell azért, mert egy síkos útra érve, egy jeges útszakaszhoz érve, akár még a megengedett sebesség mellett is elveszíthetik a járművezetők a gépjárművek felett az uralmat, és akkor egy közlekedési baleset is, akár sérülés is bekövetkezhet. Ezt sajnos minden évben tapasztaljuk. Ilyenkor a téli időszakban azért az ilyen jellegű baleseteknek a száma jelentősen meg is nő. A gyalogos átkelőhelyek kérdése még mindig komoly téma. A sétával közlekedőknek és az autósoknak is ügyelniük kell a megközelítéskor egy-egy zebra környékén. Azért az látható, a Hajdúnálláson belül sokan gyalogolnak. Nagyon fontos, és a közösségi hírportálokon is sok problémát vetnek fel a gyalogos átkelőhelyeknek a megközelítése, akár gépjárművel, akár gyalogosan is. Én azt gondolom, hogy itt mind a két részvevőnek komoly szabályok vannak. Egyrészt a gyalogosnak úgy kell megközelíteni a gyalogos átkelőhelyet, hogy ő is lássa és körültekintően lépjen az adott esetben a gyalogos átkelőhelyre. Tehát ilyenkor azért a mobiltelefonoknak a piszkálása, nyomkodása helyett azért a úttesten haladó keresztirányú forgalmat mindenféleképpen figyelemmel kell kísérni a gyalogosnak, és ő sem léphet le úgy, hogy hirtelen kiugorjon a gépjárművek elé, de a járművezetőknek a másik oldalról viszont úgy kell megközelítenék a gyalogos átkelőhelyet, hogy adott esetben meg tudjanak állni, és elsőbségadási kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni a gyalogosok részére. Lakott területen belül a kerékpárosoknak nem kötelező a láthatósági mellényviselete, azonban a megfelelő kivilágítás és a prizmák kötelező tartozékai a biciklinek. A világosabb ruházat nem olvad bele annyira a környezetbe, így az is segítheti a jobb láthatóságot. A másik fontos dolog még a ruházatnak a kérdése. Kerékpárral, kerékpárosként lakott területen kívül, illetve korlátozott látási viszonyok között nem elegendő csak a kerékpárt vagy a kerékpáros kivilágítani, hanem láthatósági mellényt vagy ruházatot vagy bármilyen dolgot viselni kell, ami a láthatóságot megkönnyíti. A lakott területen belül elegendő a szabályok szerint csak kivilágítani saját magukat, viszont én tanácsolom, hogy minél világosabb ruházatot hordjanak, viseljenek a téli időszakban is, hiszen könnyebben észrevehetőek így. Ugyanezt elmondhatom a gyalogosokról is, ha most valaki téli kabát vásárlás előtt áll, akkor próbálja meg harsányabb színű ruházatot választani magának, hogy a közlekedés során ez szembetűnő legyen, és adott esetben a figyelmet magával vonza, hiszen egy ilyen világosabb ruhában gyalogos átkelőhelyhez érkező, akár gyerek, akár felnőtt, könnyebben észrevehető, mint egy sötét ruházatban érkező, még annak ellenére is, hogy a városban egyébként elég jól kivilágított gyalogos átkelőhelyeink vannak. Kollégáim egész évben ellenőrzik a világító berendezéseknek a meglétét, azoknak a működőképességét. Természetesen, hogyha valaki nem rendelkezik vele, akkor a figyelmeztetés, helyszínbírság, feljelentés kategóriába esik. Ezt mindig a helyszínen a kollégáink mérlegelnek, és ők döntik el, hogy milyen szankciót alkalmaznak egy ilyen szabálysértés észlelése esetén. Az utóbbi időszakban egyre növekvő számot mutat az útkereszteződésekben bekövetkezett balesetek száma, ezért arra kérnek mindenkit a rendőrség munkatársai, hogy ne rutinból, hanem a szabálynak megfelelően közlekedjen. Az utóbbi időben viszonylag megnövekedett az elsőbségadás miatt bekövetkezett közlekedési balesetek, tehát elég sok útkereszteződésben, következetben állunk közlekedési baleset, annak ellenére, hogy az útszakaszok viszonylag jól táblázottak, értelemszerű közlekedési jelzések vannak. Arra kérünk mindenkit, hogy ne megszokásból közlekedjenek, ahol állj elsőbségadás kötelező jelzőtáblában. Ott az útkereszteződésbe történő behaladása, hogy mindenféleképpen álljanak meg, és tegyenek eleget elsőbségadási kötelezettségüknek. Továbbá arra kérek mindenkit, hogy az ilyen balesetek elkerülése véget, illetve a sérülések súlyossági fokának mérséklés érdekében mindenki használja a biztonsági övet, mert a biztonsági övé életet ment.
A tavalyi év sikerén felbuzdulva ismét civil kezdeményezés indult a Hajdunánási Állatvédő Alapítvány védenceinek támogatása érdekében. A karácsonyi gyűjtés célja, hogy a hajdunánásiak együtt, közösen minél több élelmet, vitamint, meleg pokrócot és plédet gyűjtsenek össze a téli időszakra a kutyusoknak. Az adományokat 4 gyűjtőponton várják a szervezők december 18-áig. Az állatvédő alapítványok munkája sokszor szélmalomharc, ahol a lelkes önkéntesek legnagyobb igyekezete ellenére sem történik előrelépés az állatjólét területén, hiszen az áldatlan tartási körülmények, az ivartalanítási hajlandóság hiánya és a felelőtlen gazdák felelőtlen tettei miatt állandóan új kríziseket kell kezelnie a menhelyeknek. Hajdunánáson viszont elmondhatjuk, van fény az alagút végén, és a sok munka meghozza a gyümölcsét, még akkor is, ha az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a Hajdunánási Állatvédő Alapítványnál befogadott kutyusok száma a járványhelyzet és az állattartásra vonatkozó törvényi szabályozás következtében. Körülbelül egy hónapja még 80-an voltunk, vagyis 80 állatunk volt, elértük ezt a számot, amit soha nem hittünk volna. Mindig azt mondtuk, hogy átlagosan 50 kutyánk van, amit egyébként nagyon sokan még ezt sem akarták elhinni, pedig igen, elértük a 80-as számot. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Most a mai nappal 70-en vagyunk. Tehát igazából egy icipicit megmozdult ez a dolog. Van olyan kutyánk, az Emma, ez egy nagyon nagy sikersztori, ő közel 2 évet töltött velünk, és egy hajdunánási fiatal pár fogadta őt örökbe, tehát nagyon boldogok vagyunk, ő hajdunánáson maradt, bármikor láthatjuk is őt, áradoznak róla, teljesen beilleszkedett az életükbe és lakásba, ami nagyon fontos. Ugye az emberek mindig azt mondják, hogy ők nem engedik be az életterükbe ezeket az állatokat. Ez a kutya közel két évet volt nálunk a kenelbe. Azt nem tudjuk, hogy előtte miket élt át és hogy élt. Hát végül gyanítjuk, hogy nem volt szuper élete, és mégis képes volt beilleszkedni egy olyan életbe, tehát igazából ez olyan, mint valami csoda. Ezek az állatok érzik azt, hogy ezek az emberek azért jöttek ide, hogy őket megmentsék, és talán már az első találkozásuknál érezte azt, hogy ő lesz a családja. Egy másik ilyen közeli történetünk, egy német juhász, aki egy hétig is kóborolt a Bocskai utcán, őt Matrixnak neveztük el, és ő is egy nagyon kedves kutya volt, ugye, hát megint csak ugye nagy testű, ő megint nehéz esett, nekik nehezebb otthon találni, és amikor ugye bekerült a kenelbe, hát ugye kezdte a gyepin, annyira megviselte ez, hogy igazából már megpróbált magába kárt tenni. Tehát arra lettünk figyelmesek, hogy minden csupa vér, a farka végét már elkezdte úgymond rágni, meg ugye, ahogy verte a ketrecet. Tehát igazából őt nagyon gyorsan kellett kimozdítanunk. Egy ideiglenes befogadót találtunk neki első esbe, és ez is valami csodával határos módon már a következő napokban próbagazd is volt. És azt mondták róla, hogy soha életükben nem láttak még ilyen nyugodt kutyát. Pedig ugye ezek olyan emberek, akik egész életükben kutyákkal dolgoztak, és mégis ez volt a véleményük, úgyhogy őt is hirtelen sikerült megoldanunk ezt a problémát. A pozitív változás a közösségi összefogásnak és a szemléletváltás tudatos formálásának is köszönhető. Eddig igazából mi ennek az állatvédelmnek, az állatmentésnek mindig csak a negatív oldalával találkoztunk, tehát a negatív szereplőkkel, hát sajnos nem tudom ezt másképp mondani, tehát igazából az olyan emberekkel, akik bántották őket, ki kellett mozdítanunk, az olyan esetekkel, amikor akár rendőrségi ügy is volt az állatkínzásból, és azt érezzük, hogy hiába nehéz ez az időszak, mégis most van az, amikor talán ez a mérleg elkezdett egyensúlyba billenni, mert most már egyre több ember mögénk áll, akármilyen formában, akár úgy, hogy fizikai munkába segít nekünk, akár adományoz, akár ugye orvosi számláink kifizetését segíti. Tehát azt gondolom, hogy most értünk el arra a pontra, hogy most már itt vannak mögöttünk a pozitív emberek is, akik a támogatásukkal próbálnak bármilyen formában mellettünk állni.
És még amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy a pedagógusok. És azt gondolom, hogy ennél nincsen nagyobb erő, mint az, amikor egy pedagógus, akár egy a kicsi gyerek, ugye az elsős, másodikas, neki még, amit a tanítónéni mond, az a legfontosabb. És itt most a városunkban, az iskolában összefogtak értünk az iskolákban. Tehát igazából a pedagógusok megpróbálják ugye megtanítani a gyerekeket az állatok szeretetére és tiszteletére. És én azt gondolom, hogy a jelenben ez a legnagyobb dolog, amit tenni tudunk. Mert ezek a gyerekek, amikor felnőnek, így esélyt kapunk arra, hogy ők másképpen gondoskodjanak majd az állatokról, és van esélyünk arra, hogy lecsökkenjen majd úgymond a kis menedékünknek a létszáma. Azt hiszem, a másik pozitív példa, amikor ugye a középiskolai tanárok jönnek el hozzánk, és a szabadidejüket adják, a kétkezi munkájukat adják. Mert ugye mi igazából igyekszünk mindent megcsinálni itt a kis meredékünkben, de vannak olyan fizikai munkák, amit ketten képtelenek vagyunk egyedül megoldani, és ők akár egy-két órát, hogyha eljönnek és segítenek, az nekünk óriási dolog. És ugye ez megint olyan, hogy a tanítványok látják azt, hogy ők itt vannak, itt van a tanára, itt van az igazgató helyettes például, és látják azt, hogy ők kétkezi munkával támogatják a mi munkánkat. Az alapítvány működéséhez a segítő szándék mellett sokat tehetnek hozzá a különböző felajánlások. Hogyha úgy látjuk, hogy elfogyott az élelmünk, akkor azt írjuk ki, és az emberek azért próbálnak segíteni. Tehát nagyon sokan megkeresnek minket, megkérdezik, mire lenne szükségünk. Most legutóbb ugye zsalukovet kértünk, igazából itt konkrétan is megszólítottunk olyan embereket, akikről azt gondoltuk, hogy segíteni fognak, de az például nem így történt, és mégis másik oldalról viszont kaptunk segítőkezet, majd ezt is az a héten eldől, és ezt is fogjuk posztolni természetesen, az adományozó nevét is meg fogjuk ilyenkor osztani, illetve hát tulajdonképpen mindig az élelem az, ami a legfontosabb. Tehát arra folyamatosan szükségünk van. A tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal civil kezdeményezés indult annak érdekében, hogy a téli időszakra minél több élelemmel láthassa el a lakosság a hálalapítvány védenceit. A sikeres gyűjtés idén is folytatódik. A karácsonyi gyűjtést hagyományteremtő szándékkal a tavalyi év folyamán Nagy Anna kutya kozmetikus kezdte el megszervezni. Azért abból a célból, hogy szeretnénk az alapítvány munkáját segíteni, illetve szeretnénk a kutyák karácsonyát kellemesebbé tenni. A tavalyi év folyamán a gyűjtés eredményes volt, és ezért határoztuk el, hogy idén is szeretnénk újból megszervezni. Az alapítvány számára elsősorban adományként a kutyák számára tápot, illetve nedves konzervet szeretnénk gyűjteni, amelyeket természetesen kihozunk, és ezeknek tudják a legnagyobb hasznát venni. Ezen kívül természetesen mindenféle egyéb felajánlást, például plédeket, takarókat elfogadnak, amelyekkel a kutyák otthonait, házait lehet komfortosabbá tenni az előttünk álló hideg időszakra. A tavalyi évtől eltérően, ahol egy gyűjtőpontot használtunk. Most 3 gyűjtőponton várjuk az adományozók felajánlásait. Az egyik gyűjtőpont hagyományosan Nagy Anna Kossuth utca 73/B alatti Zeusz kutyakozmetikája. A másik gyűjtőpont a Varázsoló kutyakozmetika a Kazinczy utca 23 szám alatt, a harmadik pedig a VK Barbershop a Mátyrok utca 3-4 szám alatt. A lehetőség van a hozzám is, engem is megkeresni Facebookon, ez a hirdetményünkben szerepel, és akkor én is tudok esetleg az adományért értemenni, vagy esetleg az iskolába, a csihába behozni. Az alapítvány munkájának támogatásán túl az adománygyűjtés célja a társadalmi felelősségvállalás eszméjének elültetése a fiatalabb generációk fejében. Hasonló célt szolgál a Bocska István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola karitatív programja. 2021 tavaszán indult el, és már a kezdetekkor arra gondoltunk, hogy ez nem egy kampányszerű lesz, hogy néha kimegyünk, hanem egy folytonosságot kell megtaláljunk ebben a kapcsolatban, hiszen mindaz, amit ők csinálnak és fölvállaltak, ebben létfontosságú, hogy a folytonosságot legyen. Éppen ezért leülve az alapítvány vezetőjével úgy láttuk, hogy nagyon fontos lenne a gyermekekkel való találkozás is az adománygyűjtésen kívül. Éppen ezért elindítottunk egy interaktív foglalkozást. Ez nagyon szépen alakult az év folyamán, hiszen több osztályhoz eljutottunk, több közösséghez,
és a fő célom ebben az volt, ami majd közössé vált, hogy jelzőrendszert alakítsunk ki a városban, és ezt nem lehet túl korán kezdeni, ezt el kell kezdeni a gyerekeknél. Csodálatos eredmények lettek, olyannyira, hogy nagyon sokan ki is látogattak erre a telephelyre, fölvették a kapcsolatot az állatokkal, ami megint egy csodálatos dolog. Tehát nem otthonról, fotelből összegyűjtöm az dolgokat, beviszem az iskolába, hanem kijöttek, és közösen végigjártuk a keneleket, és az ott várakozó kis állatkákat ismerték meg. Ennek is célja volt, hogy miért jó ez. Aztán egy óriási eredménynek érzem, fölkínáltuk a nyári táborokba is ezt a lehetőséget, és voltak táborozók, akik itt töltötték a táborozásuknak egy komoly időszakát. Kiemelkedő volt az állatok világnapjára való készülődése. Ebben nem volt összesítve, hanem szabad akaratuk és lehetőségük szerint döntöttek egy-egy osztályok és egységek. A novemberi hónapban folytatjuk a közös gyűjtést az egységekben, amelyek a hála által leadott szándékokról szólnak, tehát ők pontosították azt, hogy mire van szükségük, és ezeket összegyűjtve egy hónapban egyszer ezekért kimegyünk és kiszállítjuk a telephelyre. Az alapítvány védenceinek helye folyamatosan szépül. Nemrég sikerült egy olyan kifutót kialakítani a telephelyen, amely a napi sétáltatáson túl további teret biztosít a játékra és a szabad mozgásra. Egy nagylelkű vállalkozó felajánlásának köszönhetően pedig a következő években a természetes árnyékolás is megoldottá válik a területen. A Magyar Zöld Út Kft. Felajánlott nekünk facsemetéket. A külső részre körbe a kerítésen 100 akácfát ültettünk el, a belső részen pedig 25 gyümölcsfát. Hát ez megint óriási dolog, azt gondolom. Mi nagyon bízunk abban, hogy tavasszal, vagy majd a következő ősszel már látjuk is ezeket lombosodni. Ezek ugye nekünk árnyékot fognak adni. Tehát a védenceink számára azért a meleg napos időben ez óriási ajándék lesz. Az alapítvány működésében minden esetben a védencek élveznek elsőbséget, s szerencsére úgy tűnik, hogy az ő kényelmük egyre inkább biztosítottá válik. Nem szabad viszont megfeledkezni azokról az emberekről sem, akik a helyi állatmentés mozgató rúgójaként állandó szolgálatot teljesítenek a telepen. Nyáron, amikor kint jártam, minden látható volt, hogy rend és tisztaság van, a kutyákkal komoly törődés, viszont nekem valami hiányzott. Egy hely, ahová ez a két ember, aki ezt a szolgálatot, munkát végzi, be tudna menni, átöltözni, kezet mosni, talán egy kávét is meginni munka közben. És akkor erre rákérdeztem, és azt mondta Bea, igen, volt itt egy kis ficak, de azt is átadtuk a kutyáknak. Aztán elmesélte, hogy volt beadva egy pályázatuk, de ez nem sikerült. Az alapítvány munkatársainak álma egy kis lakókocsi megvásárlása lenne, amely hozzájárulna, hogy ők is komfortos körülmények között végezhessék munkájukat. Ha van most közöttünk olyan, vagy akiről tudhatjuk, hogy megteheti, kérem, vegyék föl a kapcsolatot. Eszembe jutott egy kedves diákom, aki Hollandiába került ki, és fölhívott két hete, hogy Julika néni, láttam a tévében ezt a műsort, amiben a kutyusokról volt szó. Én messze vagyok, nem tudom megoldani azt, hogy csomagot küldjek, de szeretnék a családommal egy összeget erre a számlaszámra küldeni. Nagyon jól esett. Tehát visszatérve az iskolai dolgunkhoz és záró gondolatként, sohasem tudhatjuk, hogy amivel szolgálunk, tanítunk, megismertetjük a gyerekeket, egyszer hogyan köszön vissza. Tehát aki érzékeny, akiben ott munkálkodik a szeretet, és nem az ego, hanem egy kicsit másokra is odafigyelés, az évek múlva is jó ajándék tud lenni egy közösségben, mert nagyon nagy szüksége van ennek az alapítványnak is, ami közös szeretetünkre és segítésünkre. Most pedig kérem, tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika eddigi témái. Újabb támogatási lehetőség a tehetséges körösis diákoknak november 11-én főtiszteletű dr. Hegedűs Lóránt 91. születésnapjának alkalmából tartott emlékülésen együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a dr. Hegedűs Lóránt tehetséggondozó alapítvány létrehozásáról.
Újabb sikert értek el a helyi sajátosságok alkotó műhely szalmafonói. Bata Sándorné és Nagy Sándorné a hajdnánesi szalmafeldolgozás, mint tradicionális házipari tevékenységének műveléséért népi tárgyalkotó iparművész címet kaptak. Az őszbeköszöntével fokozott óvatosságot kérnek a rendőrség szakemberei a közlekedés valamennyi résztvevőjétől a megromlott látási és útviszonyok miatt. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy csak megfelelő műszaki állapotban lévő gépjárművel vegyünk részt a közlekedésben. December 18-áig várja az adományokat az a civil kezdeményezés, mely a Hajdnánási Állatvédő Alapítvány számára szervezett gyűjtést immár második éve. A szervezők elsősorban élelmiszert, így száraz tápot és konzervet gyűjtenek, de az alapítvány kutyusainak a meleg pokrócok és lepedők is jó szolgálatot tesznek a téli hidegben. A szervezők az összegyűlt felajánlásukat december 19-én jutatják el az alapítvány telephelyére. Sok szeretettel várjuk Nánás lakosságát a soron következő Covid-oltások közül a harmadik védőoltás beadására. Most szombaton, azaz november 13-án a Szalair János rendelőintézetben. Előzetes időpont foglalása szükséges. Elmondanám, hogy kiknek javasolt ez a védőoltás. Mindenkinek, akinek a második oltása óta eltelt a 6 hónap, illetve a krónikus betegségben szenvedő idősebb betegeknek, ha eltelt a második oltás után 4 hónap. Gyerekek védőoltására is lesz majd lehetőség. A gyerekeket 12 és 18 éves kör között várjuk az első védőoltás megadására. Ehhez is hozzájárulási nyilatkozat és szülői nyilatkozat kitöltése lesz majd szükséges. Várjuk Önöket szeretettel! Most pedig kérem tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátralévő részében. Tájak, csendéletek üzenete. Fehér Imre alkotásaiból nyílt kiállítás a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ galériájában. Újra teljes erőbedobással készülnek a versenyekre és bemutatókra a hajdnánesi gimnasztráda csoportjai. Fehér Imre a Körösi Csoma Sándor Református Gimnázium grafikus művésztanára, bár a távoli Baranya szülötte, de már évtizedek kötik Hajdunánáshoz. Aktív résztvevője a helyi művészeti életnek, és általában évente legalább egy önálló kiállítással jelentkezik. Az elmúlt időszakban azonban, mint minden mást, ezt is felülírta a koronavírus járvány, így hosszú idő után most november 9-én nyílt újból tárlata a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ galériájában. Tanítványok, kollégák, művészetpártoló érdeklődők gyülekeztek november 9-én délután a Művelődési Központ kis galériájában Fejér Imre, a Körösi Csoma Sándor Református Gimnázium művésztanára kiállításának megnyitójára. A tárlatanyaga egy laza tematika köré szerveződött. A teremtett világ rendjéből a természet körforgása, az idő, az évszakok jelennek meg, leginkább az ősz a maga meleg, rőtvörös barna színeivel. A hangulatos tárlatot Kovács Boglárka, a Bocskai Amai növendékének zongora játéka nyitotta. A kiállítást Kocsisáron a gimnázium hitéleti igazgató helyettese nyitotta meg. A mai kiállítás megnyitó margójára és annak hangvételének felütéseképpen szeretném felolvasni azt a mai igét, amely Timóteus első könyvébe olvasható, és amely iskolánknak jelmondata is, és itt talán egy különleges egybeesése van a Jóatya kegyelmének. Őrizd meg a rád bízott kincset, írja Pál apostol Timóteusnak. Ha van valamilyen kincs, amit tanár úr megőrzött, akkor azt gondolom, hogy itt előttünk van.
és ő nem csak rejtegette ezt a kincset, nem csak magának tartogatta, hanem mindannyiunk számára, ennek a közösségnek örömére és gyönyörűségére közre is bocsájtotta. Van egy nagyon szép jézusi példázat, amely azt gondolom, hogy mindannyiunk számára jól ismert a talentumokról szóló példázat, amikor egy gazda megbízza a szolgáit egyiknek 5 talentumot, másiknak 2-t, harmadiknak pedig 1-et adva, hogy ezeket a talentumokat használják, ezekkel munkálkodjanak, ezekkel jól sáfárkodjanak. És az 5 talentumot, illetve a 2-t kapott, az forgatja, az hasznosítja, és amikor a gazda visszatér, akkor dupláját adja vissza annak az értéknek, amit kaptak. De akinek 1 talentuma volt, az elásta, elrejtette, mert félt a számon kéréstől, és inkább nem is akart veszteséget termelni. Talentummal sáfárkodni egy nagyon hosszadalmas folyamat. Hiszen akkor, amikor meg kell látni egy-egy témát, meg kell látni egy-egy olyan elemet, olyan pillanatot, olyan részletet, amelyet méltó megörökíteni, ahhoz már tehetség kell. Talán képesek vagyunk sokszor mi magunk is a képzelt vagy valóságos objektívbe befogni egy-egy szép, egy-egy mondatos, egy-egy üzenetes helyzetet vagy helyszínt, de azt utána megalkotni, azt utána megörökíteni, már a tehetségnek egy következő szintje. Mindannyiunknak felelőssége, hogy kincsként, amelyet kaptunk a Jóatyától, azt valóban tudjuk továbbadni, és ezt ne rejtegessük. Fehér Imrének a tehetsége, a képessége az, hogy láttatni tud és megmutatni tud, ez egy óriási kincs, és az, hogy ez évről évre gazdagodik, évről évre bővülködik, és évről évre bennünket, a művészetet szeretők és kedvelők közösségét így gazdagítja, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, amiért hálát kell adni és köszönetet kell mondani. Bár a képek javarésze a Covid-járvány bezárkózós, lezárásos idejében keletkezett, a szomorú, depresszív érzéseknek nyomát sem találjuk bennük. Ő maga is többször mozdulhatott ki, ő maga is többször lehetett részese azoknak az inspirációknak, azoknak az élményeknek, amelyek akár a természetben, akár az épített környezetnek a külsőségeiben és külső szépségeiben mutatkoznak meg, és ezek köszönnek vissza nagyon szépen ebben a kiállításban. Ha egy kicsit körülnézünk a körülöttünk lévő képeken, akkor azt látjuk, hogy egyaránt van természeti tájat megörökítő, egyaránt van a szülőföldet, azon belül is Baranyát visszaköszöntő képeknek sorával, és vannak olyan csendéletes képek is, amelyek egy-egy talán még a formákat és a színeket is megörökítő célzattal készülnek el. És nem csak meg kell találni a megfelelő perspektívát, nem csak meg kell találni a megfelelő témát és kompozíciót, hanem azt meg is kell valósítani, azt vászonra is kell vinni. Hogy ez akvarellel, hogy ez pasztellel, hogy ez színes ceruzával, vagy éppen különleges technikákkal történik, azt egy művésznek meg kell tudnia választania, és ebben jól kell gondolkodnia. Fehér Imre tudja jól alkalmazni ezeket a lehetőségeket, jól sáfárkodik mindazzal, ami számára megadatott. A lendülettel, a fényekkel, az árnyékokkal, a színekkel, a kompozícióval, az ecset vonással, a megválasztott mozdulattal, mind-mind valamit szépen megörökít. Ha megnézzük a képeknek a stilisztikáját, a képi színkompozícióknak akár az összességét, akkor abból nagyon szépen tükröződik, hogy ez nem egy bezárkózás volt az ő részéről abban az elmúlt egy esztendőben, nem valamiféle elvonulás vagy pesszimizmus, hanem a reménységnek volt az ideje. És talán, hogyha reménységre van szükség, akkor nem csak most, de mindig szüksége van az embernek, akkor erre jó rácsodálkozni, és ebben jó megerősödni, hogy igenis, még ha néha bezárkózni kell, néha kicsit talán visszább kell a lehetőségeinktől lépnünk, akkor is vannak olyan ablakok, amelyek egy-egy kép formájában nem rá csodálkoztatnak és rá gyönyörködtetnek bennünket arra a teremtett világra, amely körülöttünk van. Mint a megnyitón is elhangzott, Fejér Imre nem csak képei által mutatja meg a világ szépségét, de nagy gondja van tehetséges tanítványaira is, akiknek szintén évente szerveznek tárlatot már hosszú ideje. Akkor, amikor alkotóként, aki munkálója is a művészetnek, ifjú tanítványait, az ifjú leendő mestereket tanítja és példát ad, akkor a rábízott kincset adja tovább. Ez felelősség és művészi és tanári küldetés egyaránt. Mert meg kell látni és meg kell tudni láttatni a szépet. Képesnek kell lenni arra, hogy rácsodálkoztassa nem csak
a nézőt, nem csak a művészettel találkozót, hanem aki a művészetben szárnyát is bontogatja. Ez pontosan egy olyan nagy adottság és nagy felelősség egyaránt, amikor az ember művész tanárként éli mindennapjait, hogy egyfelől alkotnia kell tudni, és alkotnia, gazdagítania kell tudni azt abban a közösségben, ahol van. Másrészt pedig ebben a közösségben tovább is kell tudnia adni azokat az értékeket, azokat a tehetség megnyilvánulásokat, technikákat, ismereteket, amelyekkel ő bír. És Fejér Imre ebben mondhatjuk azt, hogy nagyon jól sáfárkodik a rábízott kincsekkel, hiszen amint látjuk művészemberként is, és a tanítványoknak a munkáján keresztül is a továbbadását, az erősítését a művészeti oktatásnak itt Hajdúnánáson a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban ékesen szép rendel végzi. Fejér Imre tárlata november 28-áig tekinthető meg a Művelődési Központ kis galériájában. Ismét személyes jelenlét mellett zajlanak a próbák a hajdunánási gimnasztráda csoportjainak. Kisebb-nagyobb kihagyások után újult erővel vetették bele magukat a táncosok az edzésekbe, és gőzerővel készülnek a versenyszezonra és a hagyományos karácsonyi bemutatójukra. A hajdunánási gimnasztráda csoportjai 2005 óta működnek városunkban Rozgonyi Melitta vezetésével. A csoportok változó létszámmal több kategóriában heti rendszerességgel edzenek a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban. A hajdunánási gimnasztráda 2005. szeptemberében alakult, tehát idén már 16 éve működünk itt a Kéki Lajos Városi Művközpontnak a falai között. A létszámunk az folyamatosan változó volt, ugye évről évre egyre több gyerek jött hozzánk táncolni, voltak évközben létszámcsökkenések, volt, amikor nagyon sokan voltunk, úgyhogy ez a változás ez igazából folyamatos. A versenycsoportjaink szoktak állandók lenni. A csoportok főként a torna, jazz, modern tánc, aerobik műfaját ötvözve, a showtánc elemeket is bevonva építik fel koreográfiájukat, melyben a modern és kortárs táncot is becsempészik az utóbbi években. Tulajdonképpen nálunk a fő irányvonal az elején az az előkészítő gimnasztika és a színpadi showtánc volt. Erre épülve ugye én 2013-ban végeztem a Magyar Táncművészeti Egyetemen modern tánc szakos pedagógusként, és azóta főként 2010 óta már a vonalunk a modern kortárs tánc. Ezen belül az óvodás és kis csoportok még mindig a korosztályuknak megfelelő táncelőkészítő gimnasztikát és klasszikus balett alapokat tanulnak, a nagyobb csoportok pedig ugye a modern és kortárs tánc, valamint a színpadi látványtánc vonalában mentek tovább. Jelenleg 6 csoporttal dolgoznak, amiből 4 hajdunáláson, 2 pedig Hajdúdorogon működik. A pandémia hatása miatt csoportösszevonások történtek az utóbbi időben. A művészeti vezető munkáját 2 korábbi táncosa segíti, Puskás Flávia és Kéki Jázmin.
Jelenleg 6 csoportunk van, ebből Hajdunánáson működik 4 csoport, egy ovi és egy minikorosztály, amit Puskás Flávia vezet, valamint az én kezem alatt működik a felnőtt csoport és a junior csoport. Ez ugye korábban nekünk 3 korosztályban ment, csak hát a pandémia szerintem mindenkire elég nagy hatással volt, ugyanígy történt a mi csoportunkban is. Az ifjúsági csoportunk, akik korábban 13 fővel működött, ők mondhatni, hogy szinte teljes mértékben megszűntek, közülük körülbelül 5-en maradtak meg, és ezt az 5 ifista lányt feltettük a felnőtt csoportba, úgyhogy a felnőtt csoportban jelenleg 9-en vagyunk, és a junior csoportunkba kerültek fel azok a gyerekek a minikorosztályból, akik már abban a korosztályban ugye idősebbek voltak, nagyobbak, már régebb óta jártak hozzánk a foglalkozásokra, és ezáltal most így nálam 2 versenycsoport működik, úgyhogy Hajdunánáson 4 csapatunk van, és emellett Hajdudorogon van egy kezdő és egy haladó tánccsoportunk Kéki Jászmin vezetésével. A koronavírus járvány a gimnasztrálások mindennapjaiba is beleszólt, így egy időre online módon tartották a foglalkozásokat. Nagyban befolyásolta, ugyanúgy, mint minden más művészeti ágban, szerintem ez főként az ifi és a junior korosztályokat érinti, akik ugye átkerültek ilyen online foglalkozásokba. Én azt érzékeltem a gyerekeken, hogy elég nagy mértékű motivációvesztés érte őket, bezárkóztak, egyre kevesebben kezdtek el járni hozzánk próbákra. A csoportnak a munkásságát igazából 2020 márciusában kezdte el ez a pandémia helyzet megváltoztatni. Ugye márciusban jöttek a lezárások, így abban az évben csak augusztusban tudtunk tartani egy ilyen újrakezdő tábort, és a szeptemberi nyitás után mindösszesen másfél hónapot tudtunk ugye próbálni a gyerekekkel. Hát folyamatosan készültünk versenyekre és évzárógálákra, de ugye ez teljes mértékben áthúzta a számításainkat, úgyhogy körülbelül már 2-3-szor kezdtük újra úgymond az életet. És a lezárások után ugye nekem 2021 áprilisában született meg a kisfiam, és emellett ugye még mindig lezárások voltak. Úgyhogy így igazából azt kell, hogy mondjam, hogy talán idén szeptemberében tudtunk újra kezdeni. Most ugye már csökkentett létszámunk van, tehát ahogyan mondtam, 2-2 csoport összevonásra kerül, de így most 58 táncosunk van 6 csoportban. A korlátozások enyhítése óta újra személyes jelenléttel próbálnak a csoportok, és készülnek a versenyszezonra. Nem kis feladat a kiesett időt pótolni, azonban a rendszeresség mindig meghozza a vált eredményeket. Vannak versenyek, és vannak is terveink, de mint ahogy korábban említettem, összevonások történtek a csoportokban, és azok a versenykoreográfiák, amikkel mi indulni szerettünk volna ezeken a versenyeken. Én koreográfusként és edzőként mindig azt mondom, hogy egy csoport egy táncversenyre felkészülten kell, hogy érkezzen, ezért félkész és kevésbé kigyakorolt dolgokkal mi sosem szoktunk elmenni versenyekre, hiszen van egy szint, amit azt gondolom, hogy a csoportunk már megüt, és ez alá én nem engedem, hogy menjünk. Úgyhogy idén egy évzárógálát fogunk szervezni december 15-én, délután 5 órától egy Téli Varázs című évzáró karácsonyi hangulatú gálára várjuk szeretettel a nézőket és a szülőket, családtagokat. Majd pedig decemberben van 2 versenyünk is tervben, az egyik az a Revolution Dance Cup, amire szoktunk járni, ez Nyíradonyban kerül majd megrendezésre december 11-12-én. Reméljük, hogy erre az időszakra már a felnőtt és a junior csoport össze tudja magát kapni, és a megfelelő mennyiségű edzések után el tudunk ezekre a versenyekre menni. Valamint van decemberben még egy másik verseny, de arról még nem nyilatkozom, mert az még nagyon távoli. Jelentkezni természetesen folyamatosan lehet, így aki kedvet érez magában, hogy kipróbálja ezt a fajta mozgást, nyugodtan jelezheti szándékát. Nyilván el szoktuk mondani a szülőknek, hogy abban az esetben, hogyha később csatlakoznak a gyerekek, ugye vannak, akik most novemberben csatlakoznak, mi már készprodukciókkal állunk készen, tehát nyilván nem tudnak minden egyes mozzanatába becsatlakozni a csoportnak, de folyamatosan lehet hozzánk jönni. Óvodás és mini csoportokban is ajánlom szívesen a kezdést, hiszen onnan kezdik el elsajátítani a gyerekek az alapokat, de ugyanúgy a junior csoportunkban is nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk a táncolni vágyó gyerekeket. Műsorunk végén kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika témái. Újabb támogatási lehetőség a tehetséges körösis diákoknak november 11-én főtiszteletű dr. Hegedűs Lóránt 91. születésnapjának alkalmából tartott emlékülésen együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a dr. Hegedűs Lóránt tehetséggondozó alapítvány létrehozásáról. Újabb sikert értek el a helyi sajátosságok alkotó műhely szalmafonói, Bata Sándorné és Nagy Sándorné a hajdunánási szalmafeldolgozás, mint tradicionális házipari tevékenységének műveléséért népi tárgyalkotó iparművész címet kaptak.
Az őszbeköszöntével fokozott óvatosságot kérnek a rendőrség szakemberei a közlekedés valamennyi résztvevőjétől a megromlott látási és útviszonyok miatt. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy csak megfelelő műszaki állapotban lévő gépjárművel vegyük részt a közlekedésben. December 18-áig várja az adományokat az a civil kezdeményezés, mely a Hajdunánási Állatvédő Alapítvány számára szervezett gyűjtést immár második éve. A szervezők elsősorban élelmiszert, így száraz tápot és konzervet gyűjtenek, de az alapítvány kutyusainak a meleg pokrócok és lepedők is jó szolgálatot tesznek a téli hidegben. A szervezők az összegyűlt felajánlásokat december 19-én juttatják el az alapítvány telephelyére. November 9-én nyílt meg a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium művésztanárának Fehér Imrének a kiállítása. Az alkotó képeinek fő tematikája ezúttal a teremtett világ, a természet, a tájak, a változó évszakok és a szülőföld. A hangulatos, meghitt milliót sugárzó kiállítást november 28-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ galériájában. Rendszeres heti edzésekkel készülnek a versenyszezonra a hajdunánási gimnasztráda csoportjai. A torna, modern tánc, valamint az aerobik műfajait ötvöző és showtánc elemeket is felvonultató koreográfiákat a karácsonyváró programon is láthatja a nagy közönség. Mai műsorunk végére értünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra!